Kocsis Albert fúvózenekar dallamaira gyülekeztek a megemlékezők a tavaly felállított trianoni emlékműnél. A Bajzás diákok ünnepi műsorában íróink, költőink sorait idézve hangsúlyozták, az ezer éves Magyarország teljes egész volt. Területét tiszta szívvel, vérrel és verejtékkel szerezték, küzdöttek érte, svédték. Mégis elvették tőlünk. Csillagvésett ráncos fában, Isten áldás elmúlásban. Szívünkbe rót rovás jele, székelykapu üzenete. Hantra dűlő, néma eresz, sámán ködbe kettős kereszt. Szabó Zsolt polgármester beszédében kiemelte, 1920. június 4-éjének az emléke végigkísérte a 20. századot. Mindig is valamilyen módon benne élt nemzeti emlékezetünkben, de lehetőségünk, erőnk korábban soha nem volt lélekben közösen megélni a napot. Fájdalom, értetlenség, harag, közömbösség kavarodtak bennünk. Régóta keressük a formáját, hogyan tudnánk erre a napra úgy emlékezni, úgy magyarok maradni, és hogyan tudnánk úgy kezünkbe venni saját sorsunkat, hogy közben mások ne tekintsék ezt ellenségeskedésnek. Ma, amikor 16 óra 30 perckor a szégyen teljes trianoni diktátum aláírásának időpontjára emlékezvén, országhatáron belül és az elcsatolt határon túli területeken egyaránt megemlékedések zajlanak, elmondhatjuk, hogy június 4-e a helyére került. Érzéseink egyre inkább letisztulnak, egyre erősebbek vagyunk ahhoz, hogy a felüllődés helyett megújuljunk, megerősödjünk e tapasztalat által, és megtaláljuk a formáját a közös megemlékezésnek, az összetartozásnak és a közös történelmi múlttal való azonosulásnak. Az országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme. Ezt a jogszabályt már régen vártuk és várták mindazok, akik szenvedtek attól, hogy a magyar állam mindaddig nem mondta ki, hogy minden tragédia és szétszakítottság ellenére a magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, mert egy a haza, egy a nemzet, egy az ország. Ezzel a törvénnyel nem csak a trianoni békediktátum tragédiájára emlékeztünk, hanem arra a hatalmas erőfeszítésre, melynek köszönhetően a magyar nemzet újra meg tudott erősödni, és büszke nemzetként állni a 20. század viharait, és a 21. század kihívásai. Tavaly a szoboravatási ünnepségen egy szilfát is ültettek, amelynek gyökerei az elszakított területekről érkező földbe kapaszkodnak. Ezt a fát most a külhoni delegáltak együtt öntözték meg, a folytonosságot, a gondoskodást és a közös munkát szimbolizálva. Pongó Ádám Beregszászról érkezett, elmondta, neki kifejezetten tetszik a hatvani emlékmű. Az összetartás, azért van ott a kezek. Igen, hogy a magyarok összetartunk, mert össze kéne, hogy tartsunk, igen. Hiába idegen államokban. Mert mondjuk nagyon szép, ez a igazság, hogy nagyon szép. A tavaly is én, mikor említották az emlőket, itt voltunk Beregszászból. Én is itt részt vettem ebbe. Kézdivásárhely alpolgármestere nemrég élt az egyszerűsített honosítás lehetőségével, így immáron magyar állampolgárként érkezett 60-ba. Ez ugye minden kívülreket magyarnak az álma, hogy legyen ismét magyar állampolgár. De szerencsénkre a mostani kormány ugye tette ennek érdekében, és ezt az egyszerűsített eljárást, és így mindenki könnyebben és hamarabb hozzájött a magyar állampolgársághoz. Az esemény koszorúzással zárult, ahol az önkormányzat mellett több szervezet és intézmény helyezte el a tisztelet virágait az emlékműnél. Az összetartozás napja zárásaként az est folyamán a Grasalkovics Művödési Házban a Gárdonyi Géza Színház művészei adtak emlékműsort.